Hello mindenki, Laci vagyok, ez pedig itt az Assassin's Creed 4 Black Flag 10. része. Előző részben itt hagytuk abba, hogy feltörtünk egy gépet, megtudtuk ki volt a 0. alany az Animus előtt, és most még egy gépet gyorsan feltörünk, meg mielőtt visszatérünk a saját Animusunkba. És meglátjuk, mit tartalmaz. Ugye ezekből különböző információkat tudunk kinyerni, amik segítenek nekünk a kutatásban, illetve megtudunk mindenféle dolgot a Abstergóról, és a többi, és a többi, és a többi. Sikerült is. It's been a few weeks since the last recording. Okay. Sorry about that. Of course, I guess it's just a few seconds for you. A leap down the playlist. Anyway, I was talking about Clay. Kazmarek, subject 16. So, when I fell into a coma back in Italy and woke up in the Animus Black Room, it was so calming. It felt like I had woken up into a dream. A haze. A dream where none of this mess had ever happened. Felt like I should just be getting ready for another day of pouring drinks at bad weather and another day of complaining about being between girlfriends and wondering what the hell to do with myself. But when I saw Clay just sitting there, it started to come back, you know, piece by piece. And when he told me about Lucy, I fuck, you know, it hurt. You know, realizing that I killed her without thinking or feeling anything. Not at the time, anyway. Well, then, things just kept piling on. There were more memories of Ezio and Altair and the first civilization. And then, right before he vanished, Clay passed on his memories to me. He showed me everything he had seen and lived through. And it was brief, but overwhelming. Sure how to explain. He saw glimpses of Adam and Eve and their escape from slavery. Igen, ez volt az igazság, még a Assassin's Creed 2-ből. Juno and Tinia trying to work out their calculations. At least that's what they called them. They had these tools, these powerful machines that could predict possible futures. Not what was going to happen, but what could happen. Probabilities. And well, they spent a lot of energy trying to figure out what was the most likely scenario for the future, theirs and ours. And in the end, I guess they figured I was their most likely candidate. Some guy named Desmond living at the beginning of the 21st century of the Common Era. But which Desmond was the right one? Because you see, probability is a weird thing. It can branch out in so many ways. Which version of me did they need? Was it the Desmond who got married early and had a son? One who stayed single in New York? Or was it the Desmond who moved to San Francisco to be a waiter? Maybe it was the Desmond who worked at an auto body shop in Chicago? Or maybe it was the me who never ran away from his parents in the first place? First Sith had countless variations to choose from, but in the end, lucky one was me. I'm the Desmond their best calculations spit out. I'm the Desmond they left their messages for, and I guess I have to live with that honor. What an honor. Pretty tired. There'll be more later. Ciao. Igen, itt ugye Desmond arról beszél, hogy amikor bekerült az Animusba, és a 16-os alany átadta neki az emlékeit, mit látott, mit élt át, stb. Keresünk még egy gépet, ha esetleg van. Noko? Zero? Oké, go vissza. Hello. Irány vissza az Animusunkba, mert nagyon elhúzzuk itt az időt.
valaki ül. Ez lesz a miénk. Igen, ez. Nagyon jó. Irány vissza. Routine hacking. Nagyon jó. Oi. Where you going, the market? No, I... My parents have asked me to come live with them. And I'd like to. Oh, what do you mean, live with them? You live here with me. I'm sorry, Edward, but my father is right. You had a decent wage when you worked the farm. Why can you not be satisfied with that? With me? Decent wage? That job was near as, damn it, to robbery. You want to be married to a peasant the whole of your life? All right, Edward. All right. You leave now, Caroline. You'll never know what's coming to us. Caroline! Caroline! Hát igen. Ugye Edward feladta ezt a gazdaságos munkáját, és beállt kalóznak, hogy ő nagy pénzt keres majd. What's that about? He left this morning with the galleon, as faith will discover a good use for this old cove ourselves. Aye, we'll make something of it in time. We could keep a fleet here if we liked. And with a bit of fixing up, it'd be a decent place to call home. Might even convince my wife to come one day. You're married, are you? In God's eyes, I am. She left me some time ago. Even so, keep that fact hid away. Most of these pirates don't respect a man with higher commitments than rum and plunder. Upon mine honor. Let me know if you find anything. Jó, kit kell követnünk? Kövesd James Kidet. Jó, hova kövessem? Gondolom bement az erdő. Persze. Mert miért ne? Persze, gondolom, átvezetsz még. Ó, erre nem jártam, azt hiszem. Átvezet a fél erdőn körülbelül. Ó, Maya Staley. Egy ilyet már megszereztem, szóval nem újdonság. Old and weathered. Is this what they call Mayan? Or is it Aztec? Are you good with riddles, Edward? Puzzles and ponderings and the like. No worse than the next man, why? I think you've a natural gift for it. The way you think and work. The way you understand the world. Well, I don't know about that. You're talking in riddles now and I don't understand a word. Clamber on top of this thing here, will you? Help me solve something. Concentrate and focus all your senses. Jó. Hello, még fel sem másztam erre a cuccra. Deep into matter. Ah, right. I know this feeling. I have since I was a lad. It's like using every sense at once, isn't it? To see sounds and hear shapes. What a combination. Most jó. Istenem, az a fél centi. Every man and woman on this earth has in them a kind of intuition. You are a gifted man, Edward. Has a strange look. Is it worth something? Nothing you can spend. But if you find all of them, it'll lead to something grand. How many? A few dozen, I think. This way. I've something else to show you. Jó cucc. Ó! Oh! Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I found something else just here. I think you'll take this secret much faster. Heh, köszi. Na,
Well, this has the makings of a mystery. It's good, isn't it? Oh, hello. Only wait till you see what lies at the end. I think Monsieur Ducasse was a man of many secrets. Aye, and look here. A solid staircase leading God knows where. What do you suppose lies at the top? From what I knew of Ducasse, I wouldn't be surprised to find eclectic instruments of torture and villainy. Iron Maiden or a collection of thumbscrews. Or a pair of anguish. Hello. Not a nice way to kick off. But that is some damn fine gear. Try the key you took from Ducasse. That's one. Only four left. Aye. It might be that these four Templars have them. See the names here? They've been sent to kill these four targets. Hang me, that's the map I sold to Governor Torres in Havana. He said it marked the location of assassin encampments. You think maybe you owe them a bit of warning then? If you have any kind of heart beating in that chest. Suppose I could. If it leads me to the four other keys. Bad excuse is better than none at all. Heh, Cassie. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Oké. Itt van valahol ott egy láda. Mert hát a pénz mindig jól jön. És hogy jutunk ki innen? Csak úgy egy ártatlan kérdés. Ah, erre. Bingo. És most, ha jól tudom, fel tudjuk fedezni, vagy szinkronizálni tudjuk ezt a kilátópontot, ami itt volt valahol. Ott van fönt, egyel feljebb. Szóval így már is nagyobb kilátás nyílik erre a kis kócerájra itt a barlangban. Igen, és akkor talán így hamarabb. Hát, kicsit messze vagyunk a hajónktól, de egyekefe szinkronizálunk, mert miért is ne? Na, rossz gomb. Nem halálugrás, ez hitugrás, kérlek szépen. És tök menő, hogy tiszta víz lesz a képernyő. Na, ezt a 100 métert simán. Mit neked gyúrtadani meg a többiek, ha? Ugyan kérlek. És persze, hogy a másik hajó. Mert miért ne? Jó, de mégsem vagyunk olyan messze tőle. Hosszú Katinka Edwardhoz képest. Inkább nem mondom tovább, mert a végén még valaki leszedi a fejemet. Leaving already. I think this cove suits you best, Edward. Better than that costume does. Oh, come on now. We're pirates, kid. We take as we please and become who we like. Self-made man. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? Hard to tell some days. All I know is you like dangerous prizes. Like the observatory. I think you know more about that than you let on in Nassau. You noticed that, did you? Meet me at 20 degrees, 3 minutes latitude, just off the coast of Yucatan. I'll have something to show you there in a few weeks' time. Okay. Küldetés teljesítve, a vén öböl. Ah, ez egy nagyon tetszik, mert nem volt hely, de nehéz. Mehetünk is tovább. Sok minden van még itt felfedezni való, de
Szerintem folytassuk egy főküldetéset, talán meg sikerül befejeznünk. Ó, ez egy fejlesztés, fejlesztünk egyet. Aha. Mit fejlesztesz? I've been needing coin to set up the shipyard, Captain. The faster I have the needful gold, the sooner our ships will rule the waves. Kikötő felügyel. Ó, 500 000, sima ügy. Hirtelen milyen tetkóid lettek, hello. What have you been needing today, then? Javítsuk meg a hajót. Úgy. Hoppá, nem ezt akartam. Rum bit of business that. What have you been needing today, then? Talán tudunk valamit fejleszteni. Fejlesszük. Nem túl drága. Ezt se tudjuk. Jó lesz. Mert miért ne? A golyók erejét is növeljük. Azért annyira nem. Ezt nem. Mozsárágyú. A mozsárágyú az jó. Távolra is tudunk vele célozni. Forgó löveg ereje, jó, ezt is megvesszük. Aztán nehéz lövedék ereje. Nem, ezt még hagyjuk. Robbanóhordó, buvárharang, nehéz lövedék raktár. Nem. Egy kis legénységi szállást újítunk. Aztán, még gyorsan megnézzünk valamit. Ezek a kis dolg, ezeket meg még nem tudjuk eladni. Mit tudunk eladni? Rakomány, cukor, bol. Még hagyjuk. Még annyira hagyjuk. Na aztán most már tényleg el kéne kezdenünk azt a főküldetést, mert nem végzünk vele. My thanks for your trust. De még ezeket gyorsan fejleszteni akarom. Just a wee bit. The men do sorely lack a place to do their wenching and debauching. With a little coin encouragement, I could have the old place Bristol fashion and a flow of rum fit to obliterate a good tar proper like. Erre meg már nincs pénzünk. Szerintem akkor a másikra se lesz. Vásároljunk 3 hajófejlesztés, megtörtént. Menjünk is gyorsan a főküldetéshez, mert mondom, sose fogunk vele végezni. Főleg, hogyha Edward úgy pattog itt, mint kecskeszar a deszkán. És... jobb. Fent vagyunk. Irány. Ott volt egy térkép. Mindegy, kihajózás a tengerre, elhagyjuk a helyszínt. Ott volt egy térkép, de ugye ide majd... vissza tudunk térni, illetve lehet, hogy videón kívül is visszatérek, illetve felfedezek dolgokat, összeszedek pár cuccot, stb. We found a trove of nautical maps and ledgers and the like, scattered about the village. You'll find them sorted in the captain's quarters of the Jackdaw. Quality stuff. Nautical maps and ledgers might come in useful if we decide to build up a fleet of our own. Exactly my thinking, Captain. Have a look for yourself and tell me what you think. Jó, menjünk a kapitányi kabin... hello. Kapitányi kabin nem arra van. Úgy, okos. Belépés. Ezzel kell kezdenünk. Flotta elérése. Kenway flottája. Király. Hello, nem is emlékeztem, hogy ez ilyen. Déli brit gyarmat. Az első üzletkötés. Jó. Oké. A hajó útnak indult. Van 3 darab. Meg is jött. Nagyon jó. Kockázatos.
Okay. Saint Louis. Santa Louis. Jó tett. Ezt azért nem kockáztatjuk meg. Amerikai államok. Új horizont. Jó, a hajó útnak indult. Oké. Okay. Ezekkel ugye különböző alapanyagokat, illetve mi a bánatokat pénzt szerzünk, és ezáltal tudjuk fejleszteni a dolgainkat, a csókát, illetve a többi dolgot. Igen. Lehet, hogy mégse tudunk egy küldetést elkezdeni. Főleg, hogy esetem. Hello. What? Semmi sem igaz. 12.000 méterre van tőlünk. Úgy érzem, hogy ez szerintem a következő részbe fog beleférni. Ugyanis körülbelül a világ túl végére megyünk. Ami valljuk be, nem a legjobb. Útközben lehet, hogy meg is támadnak. Maximum. Ennyire közelebb tudok csak menni, amivel még mindig nem vagyok előrébb. De megkockáztatjuk. Valamennyivel előbb odaérünk. Mármint nem lesz 12.000 méter az egész. De nem hiszem, hogy ebben a részben már el fogjuk kezdeni ezt a főküldetést. Lényeg annyi, hogy a flottánk az úgy elindult. Aha. Jó, most inkább visszamegyünk a hajóra. És megnézzük, hogy akkor a flottánk az visszaérte. Hátralévő idő, 54 másodperc, 1 perc, jó. És ugye, persze megerősítjük. Nagy valószínűséggel Kid kapitányhoz megyünk majd erre a Yucatán-szigetre. Még gyorsan kihajózunk. És ő fog mutatni nekünk, ott vannak a ládák, nem mindegy, kihajózás a tengerre. Ő fog mutatni nekünk különböző érdekességeket. Nagy valószínűséggel az obszervatóriummal kapcsolatban, vagy valamivel, amivel előrébb juthatunk. Erre sajnos már nem emlékszem. What's your feeling? I'll make no secret of wanting to see the British brought to heel. If we can take their gold and put it to use ourselves, I'll be a happy man. Spoken like a true Welshman, Addy. And what's your aim? Master Kidd hinted at a prize he was eager to show me down in Tulum. Quite some distance, mind, on the Yucatan Peninsula. You trust him to play it fair? I can't be sure. He has a way of picking away at my conscience that gives me pause. I should go see him soon. So long as we take some prizes along the way, I'm sure the crew will understand. I'll set a course for Tulum. Jól van, és akkor szerintem itt lenne vége ennek a résznek. Remélem tetszett nektek, ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, és a következő részben indulunk Tulumba. I don't know. Ja. Hogy az a neve, azt én nem tudom, de... Ha AD mondja, akkor biztos, és akkor onnan folytatjuk. Köszönöm a figyelmet, Lac voltam, minden jót, sziasztok!